Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge, szépen sorban megnézem a mester összes filmjét, úgyhogy most tekintsük meg közösen a Ring című opuszt. Van egy búcsú, itt mászkál két ember, belebotlanak a boxoló sátorba, pontosabban a beengedő lányba. Az egyiküknek nagyon megtetszik a lány, és hogy imponáljon neki, kiáll egy meccsre a híres egymenetes Jack ellen, és kiüti. Kiderül, hogy ő Bob Kirby, ausztrál nehézsúlyú bajnok, Jack pedig a lány vőlegénye. Ez egyáltalán nem zavarja Bobot, ad a lánynak egy karperecet, aki erre teljesen szerelmes lesz belé, de mégis hozzámegy Jackhez. A két boxoló együtt edz, úgyhogy folyamatos konfliktus forrás, hogy akkor most kinek is a nője a lány. Jack úgy dönt, hogy már pedig ez így nem mehet tovább. Egy megalázó házibuli és a nő további teljesen felháborító viselkedése után eljön a nagy meccs, ahol Jack padlót fog, de a felesége pálfordulása után magához tér, és kiüti a korábbi világbajnokot. És összejön a feleségével. A végével egyáltalán nem értek egyet. Tehát mi az, hogy összejön a nővel? Ennyi fáradtság és próbatétel után saját magát kellett volna, hogy legyőzze, azaz rájön, hogy ezt a nőt, ez ki az életéből? Minden esetre ez az első Hitchcock film, aminek a sztoria már idézi a klasszikus hollywoodi forgatókönyv sémát. 8 tekercses a történet, ami azt jelenti, hogy minden tekercs, ami körülbelül 10 perc, egy dramaturgiai egységet foglal magába. A filmnek az első fele az egy kicsit uncsi, de mire felépül a sztori, addigra már végre kezd izgalmasabb lenni. Rengeteg a poénos közjáték, például itt az edző, aki egy igazi humor herold, természetesen a gyűrűt is majdnem elveszíti. Micsoda partik, micsoda nők cigiznek, táncolnak, nagyon-nagyon pörög a nép. 1927-es filmtől annyira ne várjuk, hogy politikailag korrekt legyen, itt van például ez a felirat, vagy ez a közjáték a Vidám Parkban. A Vidám Park, ami teljes egészében felépítettek körhintával, ugye itt ez a snit, ismerős lehet Fábri Zoltán Körhinta című filméből, vagy a Barátok közt 7408-as epizódjának ebből a jelenetéből, amit nem is tudom, hogy kirendezett. Visszatérve a sztorira, ez a film minden boxolós filmek archetípusa. De nem csak sztori ügyileg, hanem a kamerabeállításokat is, ha nézzük például itt a végső nagyütközetben, összes későbbi boxolós filmben ezek a kamerabeállítások köszönnek vissza újra meg újra. Ugye ha Hitchcock, akkor Suspense, ez az egyik első filmje, ahol felfedezni vélem a Suspense-t. Ahhoz nem feltétlenül kell egy bomba időzítő vagy egy visszaszámláló óra, itt van ez a jelenet, ahol csak arra várnak, hogy mikor fog megérkezni a feleség. És esküszöm, ahogy néztem, én is izgultam, vártam, hogy mikor jön haza a nő. A mester továbbfejlődött a filmnyelv használatában, például az időmúlást, ahogy ábrázolja, annyira ötletes, ahogy pörögnek a jegyek, ahogy a Vidám Parkban este lesz, vagy a pezsgőből eltűnik a buborék, de a legjobb az ez az óriás plakát, ahogy mennek az évszakok, és Jack neve egyre följebb és följebb kerül. A Némafilmes című Oscar-díjas műben is használták egyébként ezt a megoldást. Vagy itt van ez a tábla, ami azt jelzi, hogy éppen hányadik menetben ütköznek meg a boxolók, és az egyes menetet jelző tábla az már teljesen le van amortizálva, a kettes az meg zsírúj. Itt van ez a svenk, ez az első komolyabb svenk, amit Hitchcock filmben veszek észre. A korábbi filmjeinél is volt, hogy trükköket használt Hitch, de ennél a forgatásnál megnőttek a lehetőségei. Ugyanúgy használt többszörös expozíciót, itt például deformálta a képet, vagy itt a Royal Albert Hall megjelenítésénél a Shifton eljárással élt. Fognak egy tükröt, a kamera belenéz a tükörbe, egy része le van kaparva a foncsor, ott átlát a tükrön, a másik részét pedig visszaveri máshonnan. Így lehet összefényképezni egy mesterséges hátteret egy élőszereplős előtérrel. Mondjuk ez a kép ez pont nem ezzel az eljárással készült, hanem oda tettek egy hatalmas háttérfalat ezekkel a bábú emberekkel. Úristen, van benne egy hibás snit. A felesége az csak a meccs végén fog oda menni Jackhez, de ebben az egy snitben már ott van egy pillanatra. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy hibás vágás. Érdekes, hogy ez a film ez eredetileg elveszett, aztán mikor megkeresték és megtalálták, egy francia archívumból került elő, de teljesen más snittek vannak benne, mint ami az eredeti angol verzióban van. Amikor a francia piacra exportálták ezt a filmet, akkor fogták a nem felhasznált snit, és abból újra vágták a filmet, és azt küldték el a franciáknak. Mert spóroltak, a filmgyártás a spórolásról szól, ha levonjuk a főszereplő gázsiát. Tehát a Ring című filmről volt szó idáig, aminek egyébként nagyon jó a címe, mert ugye egyszerre a gyűrű, meg egyszerre a szorító is. Fent van a YouTube-on, a linket ide teszem a leírásba, és végezetül megmutatom a kedvenc snittemet, gyönyörűen bevilágított templom, ahova megérkeznek a sziámi ikrek.